tenni a miniszterelnök úrhoz. Hol a határ címmel? Megadom a szót Kunhalmi Ágnes képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr. Homan Bálintnak, a Horthy korszak vallás és közoktatás miniszterének önök szobrot szerettek volna állítani. A mai hír szerint a civil szervezet még azt mondta, hogy fel fogja állítani ezt a szobrot, annak ellenére, hogy Csár Falkovics úr erről az elmúlt időszakban visszakozóak nyilatkozott. Nagyon szomorúan vettem tudomásul, vagy láttuk azt, hogy az igazságügy minisztérium sajnos még Navracsis Tibor idejéből tanárom volt, akitől azt tanultam, hogy jobb és baloldali demokratáknak vannak olyan határok, ahol együtt kell el, hogy megfékezzenek bizonyos szélsőségek előretörését, még ő rendelt el 15 millió forintot erre a szoborra. Homan Bálint antiszemita volt. Politikája vállalhatatlan jobb és baloldali demokratáknak egyaránt. Kormánytagként elhagyta a száját Homan Bálintnak, tudtára kell ébrednünk végre, hogy a zsidó, ha kivételezett is, sőt a zsidó származású és zsidó kapcsolatú személy is ellensége kell, hogy legyen a mai kormányrendszernek. Homan lényegében kényszer nélkül vett részt a magyar zsidók jogfosztásában, szerepe volt a zsidó törvények előkészítésében, melyeket aztán meg is szavazott és javasolta a zsidók kitelepítését. Tudja, önök most úgy csinálnak, és hallom Csár Palkovics urat is, mintha ott se lennének. Mintha a Fidesznek ehhez semmi köze nem lenne. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy ott vannak. Ott vannak a szabadságtéri náci emlékműnél, ott vannak bizony a kettős a rasszista megnyilvánulásoknál, ott vannak a rasszista oktatáspolitikai intézkedéseknél, és még nagyon sokan, sok helyen. Arra azt szeretném megkérdezni öntől, miniszterelnök úr, támogatja ön a szobornak a felállítását, mi a véleménye arról, hogy egyáltalán felvetődik az önkormányzása alatt, aki egy jobboldali demokrata, hogy egy ilyen embernek ma szobrot állítsunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Sajnálom, hogy egyébként ezt a fontos kérdést is egy ilyen pofoszkodás és csihipúi keretében kell a magyar parlamentnek megtárgyalnia. Sajnálom, hogy nincs időm kifejteni, amit mondani fogok. Kérem, hogy ne vegye személyes értésnek, de a dolog az mégiscsak úgy áll, hogy a mi érzéseink szerint az antiszemitizmus elleni harcot nagyban kompromitálja, hogy annak az élén rendszeresen egy másik diktatúra utódpártjának a képviselői mennek. Ez a helyzet. Ugyanakkor... Ez azért probléma, mert ilyenkor reflexzerűen fölmondják a magyar emberek azokat a szobrokat, amelyek a kommunista diktatúrát szolgáló embereknek állítottak, és ahelyett, hogy értelmesen beszélnénk az antiszemitizmus összefüggő kérdésekről, már is eltévedtünk. A helyzet úgy fest, hogy nem tologatom én ezt a felelősséget természetesen sehova. A tények világosak. Van egy civil szervezet Székesfehérvár, amelyik úgy döntött, hogy ilyen szobrot akar állítani. Benyújtott egy kérvényt. A kérvény egyébként nem jutott el a legmagasabb döntéshozók szintjéig, ilyen értelemben hírbe hozni bármelyik képviselőt szerintem, vagy a kormány bármelyik képviselőit egyszerűen nem fair. De függetlenül, hogy eljutott-e vagy sem, miután a kormányzásban a felelősséget politika alapon kell vállalni, amelyik tárcának a vezetőihez ezt tartottanak kell vállalni a felelősséget, egy rosszabb hírem is van a magam számára, mert a kormány működésért a politikai felelősséget pedig a miniszterelnöknek kell vállalni, hogy akárhogyan is ennek a civil szervezetnek juttatott támogatásért a felelősséget végső soron én viselem, még ha úgy gondolom, hogy egyébként személy szerint vétlen is vagyok ebben az ügyben, de ez nem oszt, nem szoroz. Örülök annak, hogy a civil szervezet ma ezt a gordiuszi csomót átvágta, visszaküldte, vagy legalábbis úgy döntött, hogy visszaküldi azt a pénzt, amit a kormánytól kapott, és ezzel a kormányt az ezzel kapcsolatos vita alól tehermentesítette. Köszönöm szépen a döntésüket. Köszönöm szépen. A viszontválaszra megadom a szót Kunhalmi Ágnes képviselőasszonynak. Tudja, miniszterelnök úr, a kérdésre csak azért nem tudott válaszolni, mégsem, hogy akkor tulajdonképpen mi a véleménye arról, hogy Homan Bálintnak az önkormányzása alatt szobrot állítanak el. Tudja, miniszterelnök úr, a világon kétféle politikus van. Vannak a haszonlesők, és vannak az értékorientáltak. A haszonlesők cinikusak, bármi belefér az adott pillanatban, és utána a következő pillanatban annak az ellenkezője is. Az értékorientáltak, azok tudják, hogy a világ bonyolult, és nem is próbálják meg azt hazudni a saját választóiknak, hogy nem az.
Az értékelvűek alkotnak, létrehoznak valamit és megváltoztatják a világot, a haszonlesőek azok csak learatják a babérokat. És felélik mindazt, amit mások létrehoznak. Miniszterelnök úr, kérem, ne lépjen át azt a határt, amit nem kellene, mert akik erre az útra lépnek, azokat ez önmagukat is fel fogja emészteni előbb vagy utóbb. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök urat. Tiszteltem meghallgattuk a képviselő asszony véleményét, és kell udvariassággal azt kell mondanom, hogy mi, akik a patkónak ezen az oldalán ülünk, úgy gondoljuk, hogy értékelvű politikából, politikai bátorságból és kiállásból nem szorulunk ki oktatásra. Különösen nem a volt kommunista párt utódpártja részéről. Ennyit a bennünket kioktató hangnemről. Bocsánatot kérek, hogy egy hölgynek kell ezt mondanom, de kénytelen vagyok elmondani itt, mert ez becsületbeli kérdés. Az én személyes véleményem, ha már kérdezett erről, az szép feladat 20 másodperc alatt kifejteni ebben a történelmi kérdésben a személyes véleményemet, az meglehetősen egyszerű, mert a magyar miniszterelnök az alkotmányra teszi le az esküjét. Az alkotmány ebben a vonatkozásban két tényt tartalmaz. Az első, hogy az állampolgároknak joguk van szervezeteket létrehozni, szerveződni, önálló döntéseket hozni, és ezt a jogot a miniszterelnök nem veheti el, nem is fogom elvenni. Másodszorban nem támogatok olyan szoborállítást, ezért nem fogok támogatni személy szerint egyébként Horthy Miklósnak történő szoborállítást sem, aki egyébként a magyar alkotmány szerint egy olyan időszakban volt politikai vezető, mint a magyar alkotmány világosan úgy határoz meg, hogy Magyarország elvesztette a nemzeti szuverenitását. 1944. március 19-én elvesztettük a szuverenitásunkat, 1990. május 2-án pedig visszanyertük. A két időszak között persze a kollaborálásnak különböző, megszállt ország voltunk, a megszállt hatalmakkal a kollaborálásnak különböző okai, minősége, mélysége és egyebek lehet, ezekben nem kívánok belemenni, csak azt a tényt rögzítem, hogy olyan politikusnak nem támogathatja a kormány a szoborállítását, aki elnyomókkal működött együtt és kollaborált Magyarország elnyomóival, akármilyen egyéb érdemei is vannak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, miniszterelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Latorcai János alelnök úr korábbi bejelentését megerősítve bejelentem tehát, hogy az MSZP